Szakápolási centrum épül Mátészalkán. Az új intézmény formában a szociális gondozási szakma, illetve az egészségügyi ellátás együtt nyújthat egy jobb minőségű szolgáltatást az idősek számára. Milliárdok zárt kertek korszerűsítésére. A program célja a szőlő, gyümölcs és borkultúra fejlesztése, amint egy 200 ezer hektár területű hobbi kertben az országban. Népszerű a kata és a kiva. A két adózási forma népszerűségének növekedése elsősorban a szabályok kedvező változására vezethető vissza. Mátészalka térségében fog felépülni az első magyarországi szakápolási centrum. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Mintaintézmény létrehozásáról Nyitrai Imre szociálpolitikai felelős helyettes államtitkár beszélt televíziónak Nyíregyházán egy konferencián. A szakápolási centrum kialakítására 1,6 milliárd forintot fordít a kormány. Az új intézmény formában a szociális gondozási szakma, illetve az egészségügyi ellátás együtt nyújthat egy jobb minőségű szolgáltatást az idősek számára. A demográfiai adatok szerint a várható élettartam növekedésével arányosan emelkedik az időskorú lakosság száma itthon. Az elmúlt időszakban a szükségletek alapján az úgynevezett otthon közeli ellátást helyezte előtérbe a szociális ágazat. Házi segítségnyújtásra, gondozásra, szociális étkeztetésre emelkedtek az állami támogatások. A házi segítségnyújtáson belül megnégyszereződött a kapacitás az elmúlt 5-6 évben, ami egy nagyon fontos segítség mindenkinek a saját háztartásában, de például a szociális étkeztetés, hiszen nagyon sokszor az egytám melegétel az egyik legnagyobb hiány a háztartásokban. Ott is egy jelentős kétszeres kapacitás növekedés volt az elmúlt években. Az időskorúak anyagi biztonságáról gondoskodni fog a kormány, mondta el a helyettes államtitkár. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán tartott Generációk életvezetése című konferencián. A nyugdíjrendszer stabil, hozzátette, 10-20 év múlva is lesz nyugdíja a most aktív generációnak. Az idős emberek anyagi biztonsága mellett a szociális szolgáltatások kiterjesztésére és szélesítésére is gondolnia kell az államnak. Több mint 9 milliárd forint az, amit a férőhely bővítésre és korszerűsítésre költött a kormány az elmúlt években. A másik területen az egészségügy és a szociális biztonság megteremtésének a határterületein vannak még tennivalóink, de éppen a megyében készül az a pilot, amiről döntött a kormány, egy úgynevezett szakápolási intézmény, amely 1,6 milliárdos forrással éppen a megyében indul el. Azt kell tulajdonképpen bebizonyítani a szakmáknak, az egészségügyi és a szociális szakmáknak, hogy a két szakterületnek az érintkezésével jobb minőségű ellátást kaphatnak az erre rászorulók. Az első intézmény pilot programként indulhat el 2019-től. Egyébként itthon a bentlakásos idős otthonokban 11 ezerrel nőtt a demens ellátottak száma az előző években. 230 ezer embert érint a demencia valamelyik korképe, mondta el a helyettes államtitkár, ezért az otthonok állami támogatással bővíthetik a demens idősek férőhelyeit. 2 milliárd forintos programot indít a Földművelésügyi Minisztérium a zárt kertek korszerűsítésére. Ennek célja a szőlő, gyümölcs és borkultúra fejlesztése, amint egy 200 ezer hektár területű hobbi kertben az országban. A 100%-os támogatásra önkormányzatok pályázhatnak. Maximálisan pedig 10 millió forintot igényelhetnek a gondozatlan területek karbantartására. Jelenleg 200 ezer hektár zárt kerti terület van Magyarországon, ez azonban összesen 1 millió 150 helyrajzi számot jelent, amely több millió tulajdonoshoz tartozik. Ezek nagy része települések melletti elhagyatott, gondozatlan terület. Most egy 2 milliárd forintos programot ír ki a Földművelésügyi Minisztérium a szőlő, gyümölcs és borkultúra fejlesztésére ezeken a hobbi kerteken. Egyrészt ez a tulajdonosi szétaprózottság, másrészt a 80-as években levő életmódváltás az oda vezetett, hogy a 200 ezer hektár zárt kert jelentős része van, ahol vannak megyék, ahol legalább a fele, az gondozatlan. Ugyanakkor azok, akik meg még kétkezi munkával
művelik a parcelláikat, akár szőlőt termesztenek ott, vagy éppen gyümölcsöt, azok hát semmiféle támogatást ez idáig nem kaptak. 2015-től már mintaprogram működik ezekre a területekre vonatkozóan, de abban az önkormányzatok arra kaptak támogatást, hogy területeket vásároljanak, és az azok mellett lévő utakat korszerűsítsék. A mostani program azonban kifejezetten a mezőgazdasági fejlesztés segíti majd. A kormány értékesnek tartja a zárt kerti területeket, ezek a magyar táj szerves részét jelentik, így tájképi szempontból szegényebb lenne az ország, ha ez eltűnne és szántóföldi kultúra váltaná fel, tette hozzá V. Németh Zsolt. A hobbi kerteken termő gyümölcsök a biológiai sokféleséget biztosítják az agráriumban. Számos olyan gyümölcs kerülhetne ki a fogyasztásból ezek megszűnésével, amely a vidék értékét jelenti. A tervek szerint az önkormányzatok maximálisan 10 millió forintot igényelhetnek majd. Például az utak helyreállítását lehet a támogatásból elvégezni, vagy ha villany áramra van szüksége, vagy éppen vízvételi hely kialakításának, vagy vadvédelmi kerítés építésének. A tervünk az az, hogy még szeptemberben megjelenik a pályázat, az önkormányzatok pályázhatnak, és hát a legfontosabb feladatot elláthatják ebből a forrásból. 100%-os támogatású lesz maga a program. A 2 milliárd forintos keret a következő években is biztosított lesz, ennek felhasználásáról pedig a földművelésügyi miniszternek évente kell majd beszámolnia. Jelentősen nőtt a katás, illetve kivás vállalkozások száma idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A két adózási forma népszerűségének növekedése elsősorban a szabályok kedvező változására vezethető vissza. A könnyítések jövőre is folytatódnak, így továbbra is emelkedő tendencia várható. Közel 2000-re nőtt egy év alatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a katás vállalkozók száma, amíg tavaly 5500 kisadózó vállalkozás élt a lehetőséggel, hogy tételes adója szerint teljesítik közteherviselési kötelezettségeit, addig mostanra már 8400-an választották az egyszerű adózási formát. A növekedés oka, hogy a hazai kisebb vállalkozások nem akarnak nehézkes adminisztrációs feladatokkal bajlódni, valamint különösebben magas adót fizetni, de vonzó lehet az is, hogy 2017. január 1-től duplájára nőtt a bevételi határ a katás adózóknál. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ezt az adózási nemet választja, a korábbi 6 millió forintos értékhatár helyett már 12 millió forintot vehet igénybe, tehát 12 millió forint feletti rész után kell adóznia 40%-os adókulccsal. Az az alatti résznél természetesen egy tételes adófizetési kötelezettsége van, amely főállású adózóknál havonta 50 ezer forintot jelent, míg a mellékállású katás adózóknál pedig havi 25 ezer forintot jelent. A kis adózók tételes adója 2013 elején lépett életbe. Ezt az adózási formát kifejezetten a gazdaság kisebb szereplőinek hozták létre. Az előírások szerint katássá válhatnak az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, valamint a csak magánszemély taggal működő betéti és közkereseti társaságok. Nem csak a kata népszerű. Jelentősen megnőtt az érdeklődés, a másik újszerű lehetőség, a kisvállalati adó, azaz a kiva iránt is. Tavalyhoz képest több mint duplájára nőtt azon vállalkozások száma, akik ezt az adózási lehetőséget választották a megyében. Az elmúlt évben 111 gazdasági szereplő kivázott, idén pedig már 250-nél is több vállalkozás használja ezt az adómódszert. A kisvállalati adó alanyok számának emelkedése leginkább a szabályok módosítására vezethető vissza. Itt a kisvállalati adó kulcsa játszott talán szerepet, hiszen 16%-ról 14%-ra csökkent, illetve a vállalkozások már 50 főt alkalmazhatnak a kapcsolt vállalkozások figyelembevételével együtt. A könnyítési folyamat ráadásul nem áll meg. A jövő évi szabályok értelmében a kiva kulcsa 2018. január 1-én újabb 1%-ponttal 14-ről 13%-ra csökken. Egyre nehezebb elképzelni, hogy Vona Gábor alkalmas a kormányzásra, ha bocsánatot kér az idősektől, ha nem, közölte Petnázy Attila országgyűlési képviselő. Nyíregyháza többször is elnyerte az idős barát önkormányzat díját, hangzott el a sajtótájékoztatón, amint egy 120 ezer fős lakosság 27%-a 60 év feletti a településen. A Fidesz sajtótájékoztatóján kiemelték, az ellenzék sokat vesztett népszerűségéből az elmúlt időszakban, főleg a nyugdíjasok körében. Mondhatnám úgy is, hogy gyermek ilyen viselkedett, bár ebben elvenném az élét a mondatának, de hát ha cinikus lehetek, akkor egy gyermek nem akar kormányozni, úgyhogy lehet, hogy erre törekedik Vona elnök úr is. Minden esetre elmondható a baloldalról is, hogy pont a
nyugdíjas bázisuk csökkenésével értek el népszerűség csökkenést, és ezt a saját baloldali politikusaik is elismerik. Lakóházzal egybeépített garázs és a benne lévő személygépkocsi és berendezési tárgyak égtek teljes terjedelmében hétfőn délután Nagykálóban, az Arany János utcában. A tűz a lakóépület egy részére is átterjedt. A helyi önkéntes tűzoltók egy embert az épületből kimenekítettek, aki enyhe füstmérgezést szenvedett. A nagykálói önkéntes és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. A tűz keletkezési okát és körülményeit vizsgálják. Komoly áremelés lesz szerdától a kutakon. A benzin ára bruttó 9 forinttal emelkedik literenként, míg a gázolaj ára bruttó 6 forinttal. Így a benzin átlagára 352 forintra nő, míg 1 liter gázolajat 346 forintos átlagáron tankolhatunk a hét közepétől. Idén is megrendezik Nyíregyházán a Tirpák Fesztivált, amire egy különleges fellépő is érkezik. Hogy pontosan ki is ő, illetve milyen programok várják az érdeklődőket, arról hamarosan. Előtte azonban nézzük a híradó további témáit. A nyíregyházi tekeklub férfi csapata a második, a női együttese pedig a 6. helyen végzett a szlovákiai Nagysároson rendezett Száriz kupán. A férfiak vasárnap Budapesten a BKV előre otthonában kezdik el bajnoki szereplésüket. Két csapat továbbra is 100%-os a labdarúgó megyei első osztályban. A listavezető Nyír Gyulaj a Tarpát verte 2-0-ra, a második helyen álló Sényő pedig Balkányban győzött 2-1-re. Két együttes, a Dombrád és a Tuzsér még nem szerzett pontot ebben a bajnokságban. Interaktív főzősó, pálinka standok és Dr. Alban koncert. Színes programokkal várják az érdeklődőket az 5. Tirpák Fesztiválra. Ebben az évben szeptember 23-án és 24-én szervezik a már hagyománnyá vált nyíregyházi rendezvényt, ahol a helyi gasztronómiáé lesz a főszerep. Tavaly mintegy 18 000 adag étel fogyott el a Kossuth téren a 2 nap alatt. A szervezők idén is hasonló népszerűségre számítanak. Idén már az 5. Tirpák Fesztivált szervezi a város, az eddigi adatok azt mutatják, ez Nyíregyháza egyik legnépszerűbb rendezvénye, közölte a település alpolgármestere. Tavaly a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség statisztikája alapján 18 000 adag étel fogyott el a 2 nap alatt, és körülbelül 25-30 000 ember látogatott el a Kossuth térre. Ebben az évben étkező szigeteket is kialakítanak majd a belvárosban, tette hozzá Ulrik Attila, hogy a vendégek kényelmesen tudják megkóstolni a tirpák ízeket. Az előző évhez képest idén több változásra is számíthatnak majd a Kossuth térre látogatók. Az első az, hogy sokkal több idegen város fog, partnerváros fog megjelenni, 5-en, és ebből 3-an főznek is helyi jellegzetességet. Másik az, hogy pálinka napokat szervezünk, ami eddig még nem volt itt Nyíregyházán, és 5 megyei pálinka főzde elvállalta azt, hogy részt vesz mind a 2 napon, és árulja a termékeit. A harmadik pedig az, hogy most egy retro showval próbálkozunk, illetve a főzéshez kapcsolódóan is még sok minden más meglepetéssel. Azért tartottuk most ezt a sajtótájékoztatót, mert a neten mi is láttuk még a szerződés aláírása előtt jóval már, hogy Dr. Albán igaz-e, hogy ide jön Nyíregyházára. És arról szeretném tájékoztatni a tévénézőket és a rádióhallgatókat is, hogy a hír igaz. Így szombat este 9:30 körül lép majd fel a 90-es évek egyik legnépszerűbb külföldi előadója a Kossuth téren. 23-án szombaton a népi ízek találkozója, 24-én vasárnap pedig bogrács és grill bajnokság lesz, amelyre szeptember 8-áig még jelentkezhetnek a csapatok. A pálinka standoknál 5 főzde italait kóstolhatják meg a vendégek, itt készpénzzel fizethetnek majd, az ételeknél marad a 300 forintos kóstolójegy. Ulrik Attila a sajtótájékoztatón külön kiemelte, a Tirpák Fesztivál ideje alatt kerékpárstop lesz érvényben a Kossuth tér teljes területén. A nyíregyházi tekeklub férfi csapata a második, a női együttese pedig a 6. helyen végzett a szlovákiai Nagysároson rendezett Száriz kupán. A férfiak vasárnap Budapesten a BKV előre otthonában kezdik el bajnoki szereplésüket.
54. alkalommal rendezték meg a Sáris kupát, amelynek évek óta részvevője a Nyíregyházi Együttes is. Az NTK ezúttal női csapattal is képviseltette magát, és a hölgyek az utolsó 6. helyen végeztek. A férfiak számára vasárnap kezdődik a Szuperliga szezonja, így ők a bajnoki főpróbát tarthatták meg Szlovákiában. A nyíregyháziak végül a 2. helyen zárták a tornát. Az első háromba szerettünk volna végezni, mivel nem teljes csapattal tudtunk érkezni, ami várhatóan a következő hétvégi felállásunkat jelenti majd, ezért mindenképpen egy fa meghatározása volt csapatfa szinten az elvárása a kedvező edző úrnak. Azt lehet mondani, hogy megközelítettük, de még egy kis hiányérzetünk azért maradt, mert abból a pályából egy kicsivel többet is ki lehetett volna hozni, de azt lehet mondani, hogy a 3262 fás teljesítményünk, ami egyébként a másik helyre volt elegendő, és hozzáteszem, hogy 3 fával sikerült megelőznünk a 3. helyezett csapatot, akkor így a küzdelem tekintetében mindenképpen biztató lehet a jövőre nézve. A nyíregyháziak vasárnap Budapesten a BKV előre ellen lépnek dobóállásba. A fővárosiak vereséggel indították a szezont. Nagyon jó meccset játszott a Szolnok otthonába a BKV előre, ahol kikaptak 5-3 arányban. Nem lesz könnyű dolgunk, azt lehet mondani, hogy egy abszolút 3 esélyes mérkőzés vár ránk. Nekünk egy picit gyengében sikerült a főpróba, számukra meg csalódást keltő lett végül is az 5-3-as vereség. Bízunk benne, hogy nekünk ismét egy olyan szerencsés szituáció adódik, mint 2 évvel ezelőtt, amikor a bajnoki rajtunkat éppen a BKV otthonában kezdtük, és most is egy ilyen jó teljesítménnyel megtoldott szerencsés találkozón bízunk benne, hogy pontokkal térünk majd haza, ami mindenképpen óriási lökést adna a csapatnak az elkövetkezendő 4 nagyon nehéz mérkőzésre, úgyhogy bízunk benne, hogy jól fogunk szerepelni vasárnap a BKV-nál. A nyíregyháziak továbbra sem számíthatnak Szlovenszky Tiborra, az NTK legrutinosabb játékos a térműtétje után csak nemrég kezdte el az edzéseket. Két csapat továbbra is 100%-os a labdarúgó megyei első osztályban. A listavezető Nyír Gyulaj a Tarpát verte 2-0-ra, a második helyen álló Sényő pedig Balkányban győzött 2-1-re. Két együttes, a Dombrád és a Tuzsér még nem szerzett pontot ebben a bajnokságban. Nem botlott a két hibátlan csapat a megyei első osztály 4. fordulójában. A Nyír Gyulaj 2-0-ra győzött a Tarp ellen, a Sényő pedig Balkányból vitt el a 3 pontot 3-1-es sikerével. A Máté Szalka 2-1-re bizonyult jobbnak a Kótajnál, a Vásárosnamény szintén 2-1-re múlta felül a Baktalórend házát. A Rakamasz Dombrád mérkőzés 3-1-es hazai sikerrel zárult, a Fehérgyarmat Tiszavasvári találkozó után is a hazaiak körülhettek 3-2-es győzelmüknek. A Nagyhalász 4-0-ra nyert a Tuzsér ellen, a Nagyecset pedig Mándok távozott 2-1-es győzelemmel. Egy jó mérkőzés volt, tehát ezt a hazaiak is alá tudják támasztani. A meleg ellenére én úgy gondolom egy nagyon nagy irányú mérkőzés volt, rengeteg helyzettel, tehát volt oda-vissza helyzet bőven. Azt hiszem egy közönség szorító mérkőzés, és egy jó játékkal sikerült győzni. Sikerült azért idézőjelbe feltérképezni őket, ahogy szokták mondani, tehát visszaálltunk, kontrál játszottunk, nagyon sok lehetőségünk volt, igaz, hogy átadtuk a hazaiaknak a területet, de úgy gondolom ez így maximálisan betartottuk. A tabella élén a 12 pontos Nyír Gyula áll, megelőzve a szintén 12 pontos Sényűt. Mögöttük 5-7 pontos csapat következik, Nagyhalász, Fehérgyarmat, Balkány, Nagyecsed, Máté Szalka sorrendben. Két gárda, a Dombrád és a Tuzsér még nem szerzett pontot ebben a bajnokságban. Az 5. forduló párosítása a következő, Baktalórend háza, Fehérgyarmat, Tuzsér, Balkány, Tiszavasvári, Nyír Gyulaj, Tarpa, Rakamaz, Nagyecsed, Nagyhalász, Sényő, Vásárosnamény, Dombrád, Máté Szalka és Kótaj, Mándok. Győzelemmel kezdte szereplését Fucsovics Márton a genoai 127.000 euró összdíjazású salakpályás ATP Challenger versenyen. A világranglista 117. helyén álló nyíregyházi teniszező az első fordulóban 1 óra 10 perc alatt 6-1-6-1-re verte a rangsorban 170. olasz Salvatore Caruso-t. Most pedig iradunk végén, a legfontosabb híreket nézzük még egyszer röviden. Máté Szalka térségében fog felépülni az első magyarországi szakápolási centrum, mondta el televíziónak Nyitrai Imre, szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár Nyíregyházán egy konferencián. A mintaintézmény létrehozására 1,6 milliárd forintot fordít a kormány. Az új intézmény formában a szociális gondozási szakma, illetve az egészségügyi ellátás együtt nyújthat egy jobb minőségű szolgáltatást az idősek számára.
2 milliárd forintos programot indít a Földművelésügyi Minisztérium a zárkertek korszerűsítésére. Ennek célja a szőlő, gyümölcs és borkultúra fejlesztése, amint egy 200 ezer hektár területű hobbikertben az országban. A 100%-os támogatásra önkormányzatok pályázhatnak, maximálisan pedig 10 millió forintot igényelhetnek a gondozatlan területek karbantartására. Jelentősen nőtt a katás, illetve kivás vállalkozások száma idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A két adózási forma népszerűségének növekedése elsősorban a szabályok kedvező változására vezethető vissza. A könnyítések jövőre is folytatódnak, így várhatóan emelkedő lesz a tendencia. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 5-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Egy észak-nyugat felől közelítő ciklon melegfronti szakasza írja a hazánkat, hatására pár fokkal melegszik az idő, és szorványosan esőre, záporra is számíthatunk. Az előttünk álló éjszaka átmenetileg megnövekszik, majd hajnaltól felszakadozik, csökken a felhőzet. Főként a térség keleti felén várható szorványosan eső, zápor. A nyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 12 fok között alakul. Holnap napközben a változó felhőzet mellett eleinte még hosszabb időre kisüthet a nap, majd kora délutántól ismét erősen megnövekszik a felhőzet. A késő délutáni esti óráktól eső, zápor egyaránt előfordulhat. A nyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 23 fok között alakul. Hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön egy hidegfront még felhős időt okoz az országban, elszórtan számíthatunk emiatt csapadékra. Péntek délutántól viszont szárazabb levegő érkezik fölénk, a hétvége idejére így naposabbra fordul az idő, és inkább csak nyugaton alakulhat ki vasárnap zápor, zivatar. Egy átmeneti visszaesés után szombattól ismét emelkedik a hőmérséklet.